Mágnás Miska Csikó kora óta a te istállódban áll. Mik voltak az első benyomásaid, amikor megláttad? Ő ugye online árverésen lett vásárolva, Stankov Ákos jó voltából. Már ugye átküldte a fotókat, meg ugye nézegettük mi is az árverésen a videót róla, a fotót, ott már nagyon tetszett, egy jó kompakt kis csikót láttam benne. Aztán ugye mikor megérkezett, akkor tényleg kiváltotta a szimpátiát. Egy jó fejű, kedves, könnyen lovagolható, nagyon könnyen belovagoltuk. Tényleg egy nagyon nyugodt vérmérsékletű ló volt. Aztán ugye a munkák folyamán egy kicsit kezdtem aggódni, hogy tényleg túl nyugodt is, és azért a szezon végére megmutatta, megvillantotta, hogy tud menni. Egy ígéretes két évesnek nagyon komoly feladata van a következő évben. A nemzeti díj megnyerése mennyire volt benne a pakliban egy nagyon szép két éves kritérium után? Ugye a két éves kritérium után, győzelem után azért nálam benne volt, hogy a nemzeti díjban jól fogunk szerepelni. Nyilván a győzelem azért első futásra mindig kérdőjelesebb, de azért tehát tréningben már mutatta, hogy jó formában van. Azt azért nem biztosra tudtam, hogy mennyire lesz elég ez a forma, de bíztunk benne, és nyert, az elég biztató is volt. Aztán gyorsan távot is váltottatok vele. Honnan láttad azt, hogy azért vele nem a derbi távon kell elsősorban futni? Igazából még a 1008-at mondom, azt megpróbáljuk a Millenniumi díjba, de az nem sikerült úgy, ahogy számítottam rá. Aztán párszor fölültem rá munkába, és ilyen hosszabb munkába, és akkor megnéztem, hogy én hogy látom ezt a ló hátáról, és én úgy gondoltam, hogy ő nem állóképes, és ez alapján vettem vissza a rövidebb távra. Melyik verseny tetszett neked szakmailag a legjobban? Melyik az, amelyiken úgy gondolod, hogy a legjobb formáját tudta adni? Nem biztos, hogy a legmagasabb formájával nyert, de nekem a nemzeti díj tetszett a legjobban, mert ugye az egy 3 éves kiemelt verseny, és a nemzeti díj az ugye azért sokra rámutat egy lónál. Nekem az volt a legtetszetősebb versenye. Hogyan látod a következő szezonjait? Én úgy látom, hogy most a tél folyamán fejlődött. Én egy jó pár kilós javulást még várok tőle, és azt gondolom, hogy azzal már külföldre is el lehet tekinteni, úgyhogy ezt próbáljuk majd célozni. Kozma Istvánnak 2022-ben fantasztikus sorozata volt, és a nemzeti díjban kezdődött Mágnás Miskával. Hogyan él benned ez a nap? Fantasztikus emlék, és nekem egy picit váratlan győzelem volt, nem jó szó ez, hogy váratlan, egy pici meglepetés volt, mert azért annyi kulisszatitok van a történetben, hogy itt a munkák, a kezdetek nem voltak azért zavartalanok a Miskával, volt egy ilyen minimális patasérülése, azért is kezdett a nemzetiben először, de a munkák során azért nyilván a klasszist is megvillantotta magába, de hát azért ez a többiek annyi forma voltak, hogy ők már azért versenyeztek, futottak, és volt olyan köztük, akik már győzött, de hát egy fantasztikus nap volt, és minden jól alakult, úgyhogy meleg szívvel gondolok erre a napra. Hogyan épített fel, vagy hogyan építetted fel vele az 1600 métert? Annak nagyon örültem így utólag, hogy egy erős tempó volt, mert a Miska felépítéséből és a habitusából adódóan azért egy robbanékony ló, tehát azt bizonyította két éves korában is, és annak nagyon örültem, hogy gyors verseny volt, és be tudtam helyezkedni szélárnyékba, tehát a ló nem törte magát, nem pazarolta az energiáját, csak a befutóban, amikor már kivettem a fáradó lovak mögül, akkor jól újított, és hozta a dolgot. Mik a tapasztalataid egy ilyen szép, erős, jó idegrendszerű mén egy jó téli felkészülés során mennyit tud javulni, milyen szezonok várhatnak rá? Azt gondolom, hogy a Miska biztos, hogy jó szezont fog jövőre produkálni, meg fog erősödni még jobban, ráadásul egy sprinter, úgyhogy minek után a hazai sprinter éra elég szegényes, én azt gondolom, hogy nagyon komoly szezont fog produkálni. Adjon neki jó Isten egészséget, és akkor minden rendben lesz vele.